Szeretett üdvözlök itt mindenkit a csatornámon, és ismét újra a gombákkal fogunk foglalkozni, azon belül a laska gombáknak a termési periódusában. Már nagyon régóta foglalkoztatott azok a tevékenységek, ami a leges legelejétől elmutatják azt, hogy mi fog kialakulni valamiből. Ez úgy szintén gombából, növényekből, vagy esetleg egy építésből, vagy bármiből. És most íme, itt vagyunk egy olyan szakaszban, ahol el tudom mutatni, hogy miből mi lesz, hogyan tudunk elindulni. No, a laska gomba az egyik legelterjedtebb és a legnépszerűbb gomba Magyarországon, Közép-Európában. Orvostani egészségügyi hatása is van, amit már az ókorban már alkalmaztak nagyon sok területen, valamint az újkorban ezt be is bizonyították, hogy tényleg nagyon sok réten fel lehet használni a gyógyászatban, valamint nagyon ízletes, főleg a zsenge fiatal darabok. Mint tudjuk, vagy hát hogyha valaki nem tudja, a laska gombát azt olyan szeptembertől, nyár végétől, szeptembertől egészen a télen át a márciusig, áprilisig lehet megtalálni a szabadba. Valamint később is vannak olyan részek, ahol később is meg lehet találni, és természetesen az egyik legjobban termeszthető gombáról van szó. Ami azt jelenti, hogy mi mesterségesen is tudunk termeszteni gombát, valamint a laska gombát. És ugye ennek a termesztésnek, a folyamatának vannak fázisai, ami három alapfázisban áll, ugye az átszövetés, a termőre fordítás és a termésben tartás, vagyis hát ezeknek az újbóli forgása, de én inkább úgy mondom, hogy én saját magam részéről különböztetek meg többet is, az, amikor kinyerjük a gombából magát a micéliumot, a gombaspórákat, gombafonalakat, és azt vagy egy folyékony termőtalajba helyezzük el, vagy pedig pálcikákba, mint például ő is egy laska gomba kultúra, ami már teljesen átszőtte a gombafonalakat. Ugye ez az első stádium, ahogyan a gombákat elkezdjük termeszteni. Én innen kezdem, eddig folyékony kultúrával foglalkoztam, most fogok pálcikással is, mert nagyon sok előnye van neki, és sokkal jobban, hogyan mondjam, termőre tud fordulni, hanem sokkal biztonságosabban lehet vele dolgozni, inkább biztonságos és nagyobb a termékenysége. No, ugye ez az első fázis, és hogyha a pálcikákat ugye megoltottuk, készen vannak a fonalak, átszőtték a fonalakat, ugye ezeket kivesszük, és elhelyezzük egy gombacsira, gombakultúra zsákba, egy magos zsákba, ami pedig a következő. Ő ugye már egy teljesen átszőtt, már nem is lehet látni benne a buzadarabokat, egy teljesen kompletten átszőtt zsákról van szó, amit úgy szintén már egy, hogyha neki is tudnánk most per pillanat állni, akkor egy a végleges termőzsákba át tudjuk helyezni. Ugye ennek csak egy kis részét kell áthelyezni, nem kell az egészet beletenni, egy attól függ ugye, hogy mekkora zsákot használunk, milyen zsákot használunk. Én most per pillanat a kis zsákokat favorizálom, ami azt jelenti, hogy ilyen 3-4 kilós kis szalma pelletet használok fel. Nekem sajnos nem áll rendelkezésemre, hogy szalmát tudjam fölvágni és azt külön tudjam sterilizálni, hanem én nekem szalma pelletbe érkezik, és a szalma pelletet sterilizálom, úgy kerülnek be a zsákba, és a zsákok is külön sterilizálva vannak. Ez egy filteres zsák, ami baktériummentesen tudjuk a gombáinkat tárolni. Ő a következő szakasz. Szóval egy olyan szakasz, amikor már benn van a zsákba a kis mennyiségű gombacsira, és már elkezdte a zsák befonni, vagy hát a gomba elkezdte befonni a zsáknak egy részét, de még nem teljesen fonta be, és ő még nem áll készen arra, hogy kinyissuk, azaz termőre fordulás után levegőt adjunk neki, és a gombacsirák el tudjanak indulni kifele.
A következő folyamatrész számomra, amit én úgy határoztam meg, hogy a következő periódus, amikor már az egész blokk már teljesen be van fonódva, teljesen be van szövődve, teli van fehér ilyen telepekkel bent, és ezt tulajdonképpen már majdnem termőre is lehet fordítani, de viszont itt is szoktam még várni. Ilyenkor szoktam, ugye ez így fönt szokott lenni a zsáknak tetején, hogy minél jobban tudja levegőzni. Ilyenkor szoktam magát a gombozsákot lehelyezni, szóval kinyomni belőle a levegőt, mert ugye ezen a filteren keresztül ki lehet nyomni a levegőt. Igaz, hogy kicsit hosszabb ideig tart, de teljes mértékben ki lehet nyomni, és akkor utána hagyhatjuk a gombát így, akár egymásra rakva is, úgyhogy tud levegőzni, mert itt van egy másik, az is a következő stádium lesz. Így egymásra is lehet rakni, akár vagy pedig egymás mellett, hogyha azt teszik, hogy mennyi hely van. No, akkor a következő stádium rész, az pedig már az a rész, amikor már ugye észrevettük, teljesen be van szőve, gyönyörű szép, és észrevettem már, hogy ott is már jön kifele kis gomba rész, és itt fönt is jön ki gomba. Ilyenkor ezt én már leszoktam ezt a részét így ragasztani, hogy ez ne legyen fönt, meg ne tudjon így elburjánzani itt fönt, mert akkor nagyon sok lesz itt bent. Akkor itt szoktam egy kis keresztet csinálni, kivágva, és akkor itt kezdem el bújtatni, vagy pedig itt fönt. Ugye ez mindenkinek az a kérdés, hogy milyen helysége van, hogyan tudja elhelyezni bent a gombákat, és úgy tudja kivágni természetesen a zsákot. Arra az egyre mindig figyelni kell, hogy mindig annyi lukat vágjunk ki a zsákon, amennyi most egy ilyen pici zsákon egy luk bőven elég, többet nem is kell kivágni, mert azon az egy lukon is nagyon jól ki fog tudni jönni a termés, és hogyha több van, akkor mindegyik lukon ki szeretne jönni, és akkor nagyon gyorsan elveszíti az energiáját, a termési lehetőségét a maga a blokk, és akkor nem fog 3-4 hullámot hozni, hanem akkor maximum csak 2 hullám lesz, és azokon se lesznek akkor olyan nagyon nagy egészséges termések. No, akkor ugye elindítottuk és kivágtuk. Nekem itt van egy olyan, ami ki van vágva. Én pont most a tetejét vágtam ki ennél az egynél, és itt lehet látni, hogy szépen elindultak kifele a gombák, de viszont itt is lehet látni már, hogy itt a szélén is van, itt ő is elindulna, ő is itt bent, két csokor is elindulna egyszerre. Itt általában mindig el szokták dönteni, hogy melyik tud jobban, de ez nagyon nagyra sikerült ez a luk, ezt nem szabadott volna ilyen nagyra. Sokkal kisebbre szoktam vágni, majd a másik napon meg is fogom tudni mutatni. Na, így indulnak el a gombák, amikor már így kint vannak a gombák, akkor meg kell neki adni a megfelelő páratartalmat, meg kell neki a fényt adni, és természetesen az oxigént, mert ilyenkor már nagyon sok oxigént fog fogyasztani, szóval folyamatos levegőcserére van szükségünk. És itt van az egyik szép kedvencem, az összes zsákunk az így fog kinézni, és ugye ennek csak egy nagyon picit lehet látni, egy nagyon pici luk van csak benne, és egy nagyon egészséges csokrot kezdett el kihozni, semmilyen problémája nincsen, szóval levegő, fény, annyi még lehet, hogyha picikét sárgásabb fényt adunk neki, akkor sötétebb lesz a gombának a felülete, és így itt a másik oldalt lehet látni, hogy el is van ragasztva. No, ez egy szép csokor, ez egy olyan jó egészséges fél kilós, 3-4 kilós csokorról van szó. Őt még egy napot még bent hagyom, és következő nap már ezt már le fogom szedni. Utána annyi az egész dolgunk, hogy ugye eltávolítjuk a csonkot, eltávolítjuk a tönk részét neki, és hogyha bent van olyan helységünk, ahol elég nagy a páratartalom, bent hagyhatjuk. Hogyha nincsen, akkor a helységünk, ahol van sok páratartalom, akkor inkább vigyük ki, egy picit hagyjuk pihenni. Egy olyan 2 hétig hagyhatjuk pihenni, és 2 hét után, hogyha szeretnénk újra aktivizálni, akkor bele kell rakni egy jó pár órára vízbe. A vízbe felszívja magát újra, és akkor újra ez olyan, mint hogyha ellövünk egy puskát, és a szeggel aktivizáljuk a golyót. Ez tulajdonképpen egy újra termőre fordítás, egy mesterséges termőre fordítás. Viszont itt is lehet látni, hogy mindenhol megvannak már a kis friss új gombacsokorok. Ezeket, hogyha tudjuk meg, hogyha elhaltak rajta gombák,
akkor azt mindenképpen szedjük le, mert ugye utána elkezd bepenészedni, és a zöld penész az nagyon ártalmas a gombáinkra, vagy valamint a másik gombára ide visszatérve, a másik csokor, ami itt van, ennél is, ugye vannak itt lent ilyen itt szép szürkések, és itt bent, középen itt már vannak olyanok, amik barnák, és hát nem is úgy barnák, hanem inkább sárgák, meg amik már vannak, amik el vannak halva. Ezeket nyugodtan leszedhetjük, mert ezek már úgyse fognak kinőlni, de viszont még valamennyit még szívnak magából a blokkból ki, így feleslegesen tartjuk őket, mert elszívják azt az energiát, amivel a másik egészséges gombát meg tudnánk táplálni. No, ugye amikor már ezzel készülünk, hogy akkor őt tudjuk aktivizálni, és akkor ezt kb. 3-4 hullámon keresztül lehet csinálni. Mindig figyeljünk oda, hogy tényleg az ilyen kisebb zsákokat csak egy lukkal nyissuk ki, és amikor már kinyitottuk és le is termett minden, akkor utána levehetjük az acskót róla, és akkor lehet újra, ugye, amit mondtam, a vízbe beletenni, és akkor újra aktivizálni. Akkor viszont figyelni kell, hogy hol fognak kijönni a csirák, mert akkor nem mindegyiket engedjük. Szóval maximum 2 vagy 3 bokrot hagyjunk úgy meg, mert ugye akkor már csupasz lesz az egész, akkor nem lesz már rajta zsák, és nem fogja a zsák tudni megállítani magát a termést. Ilyenkor le kell venni több csokrot, vagy pedig, hogyha azt mondom, van rajta 10 csokor, akkor legalább csak 3-at hagyunk rajta, többet ne hagyjunk rajta, mert nem fog megnőni szépre a gomba. És természetesen folyamatosan napi szinten figyelni kell, mert hogyha valami probléma történik, akkor még tudunk valamit variálni, főleg, hogyha csak egy ilyen 3 csokor van, akkor még bármit lehet vele csinálni. No, röviden vagy hosszabban ez volt akkor a laskagombának a termesztés periódusa. A legelejétől ugye, hát ez a legvége, mert tulajdonképpen ezt már csak le kell csipegetni, le kell szedni, le kell, hogyan szokták mondani, mindegy, minek, hogy persze angolul tudom, de most aztán harvest, jó, ennyi. Na, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek akkor ezt a videót, és el ne felejtsétek lájkolni és feliratkozni, mert tudjátok, ezek a tartalmak akkor fognak tovább élni, és akkor fogjuk tovább tudni adni mindenkinek, hogyha minél többen megnézitek ezeket a videókat. Remélem tudtam ebbe is segíteni, és akkor jönnek a további gombás videók. Sziasztok!